Motorokon érkeztek a mikulások, több száz gyereknek okoztak meglepetést Kaposváron. Adventi naptár, a Ripple-Rónai Múzeumban minden évben más téma jelenik meg. Új lendület, nagy reményekkel dolgozik tovább a Rákóczi FC. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. A szankciók miatt kell kivezetni a benzinárstoppot, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, két nappal a brüsszeli szankciók bevezetése után a kormány nem tudja tovább biztosítani a 480 forintos benzinárat a magyar családoknak. Ezért a MOL javaslatára az üzemanyagárstoppot megszünteti. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója elmondta, a töltőállomásaik negyede teljesen leürült az elmúlt napokban, ilyenre a cég fennállása óta nem volt példa. A rendelet kett késő este lépett életbe, a MOL kutakon a 95-ös benzin 641 forintba, a gázolaj 699 forintba kerül literenként. A hétfőn életbe lépett orosz kőolajszállítás tilalma és az erre vonatkozó uniós szankciók, Magyarország hiába harcolt eredményesen, és sikerült kivételt kapnunk és mentesítést elérnünk, mégis bekövetkezett az, amitől tartottunk. A szankciók életbe lépése az elmúlt napokban mindenki által megtapasztalható módon zavarokat okoz Magyarország üzemanyag ellátásában. A MOL tegnap levélben tájékoztatta az energiaügyi minisztert, hogy üzemanyag import nélkül nem tudja megoldani az ország üzemanyag ellátását. A brüsszeli szankciók eredménye az, hogy a 480 forintos benzinárat már nem tudjuk az ország benzinkutyain a magyar családoknak a továbbiakban biztosítani. A kőolaj szankciók hatályba lépése után két nappal, ezért a kormány a MOL javaslatát megfogadva a benzinárstoppot megszünteti. A MOL-t pedig felkérjük arra, hogyha szükséges, akár a drágább Brent olajból származó üzemanyagimport megszervezésével is biztosítsa az ország teljes körű üzemanyagellátását. Vasárnap lép életbe a MÁV-Start és a Volánbusz új menetrendje. A menetrendváltás előtt egy hónappal közzétette a közlekedési társaság az új menetrendeket, azonban időközben az újonnan alakult építési és közlekedési minisztérium vette át az állami közösségi közlekedést, így a vállalatcsoport feletti tulajdonosi joggyakorlást is. A minisztérium a MÁV Volán csoporttal közösen folyamatosan felülvizsgálja, hogy a gazdaságfejlesztési célokhoz és a társadalmi igényekhez igazítsák a vonatok közlekedését. Az előzetes számítások alapján idén akár a 131 milliót is elérheti a MÁV Start járatain utazók száma, ebből 43 millióan a budapesti elővárosban, 22 millióan a regionális vonalon választották a vasutat. A járványhelyzet okozta 20-30%-os visszaesést követően az utasszámok már közelítenek a 2019-es adatokhoz, a távolsági forgalomban utazók száma már meg is haladja a két évvel ezelőtti szintet. A Volánbusz pedig 530 milliós utasszámot vár az idei évre. Játékokkal és édességekkel is meglepték a motoros mikulások a kaposvári Borostyán Virág anya otthon lakóit. Amint egy 40 motoros több helyszínre is vitt meglepetéseket, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. Az alkalomra pedig a járgányaikat is ünnepi díszbe öltöztették. Közösen díszítették a fenyőfákat a kaposvári anya otthon lakói, akik már nagyon várják a karácsonyt és ezzel együtt az ajándékokat is. A babát, meg a babakocsit, meg a babacumit, meg mindent. A karácsonyvárás nem csak a gyerekeknek, hanem az édesanyáknak is fontos. Ilyenkor sokan gondolnak az anya otthonban élőkre. Nagyon sok adomány jön, nagyon örülünk neki, főleg a gyerekek, meg mi is nagyon örülünk nekik. Az anya otthon lakóira a motoros mikulások is minden évben gondolnak. A gyerekek izgatottan várták őket idén is. Volt, aki verssel készült a fogadásukra. Hátán puton, kezébe törtő lánc, ő az öreg Mikulás. Nem kellett sokat várni a motoros mikulásokra, akik természetesen nem érkeztek üres puttonnyal. Játékokat, édességeket és egészséges italokat is rejtettek a dobozok. De nem csak a Borostyán Virág anya otthonra gondoltak az ajándékozáskor, hiszen ilyenkor Kaposvár több pontjára is elgurulnak. Körülbelül 40-en vagyunk, de ahogy látom, állomásról állomásra szaporodik a számunk. Városi motorosok csatlakoznak hozzánk.
idén 6 helyszínünk van, illetve hát annyi adomány összejött a sok-sok összefogásból, hogy gyakorlatilag karácsony előtt még egy körünk lesz, akkor nem mint motorosok, mint autósok, de annál nagyobb szívvel visszük a összejött ajándékokat. A Borostyán Virág anya otthonban jelenleg 12 anyuka és 28 gyermek él. Az ő karácsonyukat is igyekeznek szebbé varázsolni, nem csak az intézmény munkatársai, hanem a támogatók is. Advent idején ugyanis megnő a jótékony segítők száma. Az idei évben talán annyi változás történt, hogy talán az emberek is érzik azt, hogy mindenkit érint ez a fajta nehéz helyzet, az árdrágulás, a bizonytalanság, és talán most még fokozottabban adományoznak, mint az előző években. Nagyon nagy örömöt jelent, hogy olyan dolgokat is kapunk, tartós élelmiszer, pénzadomány, van, aki a rezsiszámlánk egy részét kifizeti, amivel az intézmény működését is támogatják, és így közvetve támogatják lényegében a családokat, de az előző évekhez képest, amikor a gyerekek játékot, édességet kaptak, most nagyon sok adományozó dönt úgy, hogy inkább az intézményt támogatja, azért, hogy fennmaradjon, hogy hosszú távon tudjon biztonságot nyújtani az hozzánk érkező családoknak. Van támogató, aki élményt adományoz, így nem ritka, hogy moziba vagy más programra viszik az anya otthon lakóit advent idején. Hagyományteremtő szándékkal indított országjáró roadshow-t az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége. Szerda délelőtt az utolsó állomáson Kaposváron tartottak konferenciát, amelyen azokra a fiatalokra hívták fel a figyelmet, akik már önállóan próbálnak boldogulni a mindennapokban. Nagyon különböző a kép, van, ahol nagyon támogató a család, van, ahol nagyon magukra maradnak és magányosak maradnak, és ezért szükséges, hogy valamilyen civil szervezethez tartozzanak, melyik tud nekik jogi, pszichológiai és társadalmi, szociális segítséget nyújtani. És ezért kértük azt, hogy legyenek itt azok a szakemberek is a megyéből, akik ebben kompetensek. Sorban fordulnak meg a táblák a Ripon-Rónai Múzeum idei adventi naptárján, amelyen minden évben más-más téma jelenik meg. Ezúttal az intézmény munkáját mutatják be a szakemberek a számok és adatok alapján. Kiderül, hogy mekkora könyvgyűjteménnyel rendelkezik a múzeum, és az is megtudható, hogy a rovargyűjtemény mennyi darabbal gazdagodott idén. Jelenleg 70-en dolgoznak az intézményben, 58 fő állandó munkatárs és 12 egyéb foglalkoztatás keretében vesz részt a munkában. A feladatok azok elsősorban szakmai feladatokat jelentenek, tehát muzeológusok, gyűjteménykezelők gondozzák magát a gyűjteményt. Vannak digitalizációban résztvevő munkatársak, fotós, grafikus, informatikus, illetve ugyanilyen fontos munkát végeznek el az üzemeltetésben résztvevő kollégák, a teremőröktől, a jegypénztár munkatársától elkezdve a takarításban, a fuvarozásban, a logisztikában segítségünkre lévő emberek is. Gyűjteményi egységenként mutatják be a Ripon-Rónai Múzeum munkáját és a hozzájuk kapcsolódó érdekes adatokat az intézmény előtt felállított adventi naptáron. A régészek csak idén 43 ezer négyzetméternyi feltárást végeztek. Nem véletlen, hogy a legnagyobb számadat is hozzájuk kapcsolódik. Ez 1.761.000 tételes ebben a pillanatban a régészeti gyűjtemény is, ami egy iszonyatos szám. Tehát például, hogyha megnézzük, hogy az a pár régész, aki a múzeumban látja el a feladatát, az amellett, hogy ilyen arányban végez feltárásokat, még gondozza, kutatja, publikálja is ezt az egyébként hatalmas gyűjteményt. Ajándékozásnak köszönhetően több mint 39 ezer darabbal bővült idén a múzeum rovargyűjteménye. Ez is kiderül a rendhagyó adventi naptárról, amely arról is árulkodik, hogy az intézmény mennyire van jelen a közösségi médiában. Azt gondolom, hogy nagyon fontos. Tehát nem csak a mi múzeumunk esetében, minden kulturális intézmény, vagy akár egy cég esetében is fontos, hiszen az emberek a közösségi médiából tájékozódnak elsősorban. Mi igyekszünk építeni ezt a platformunkat is. Az Instagram oldalunk az igazából ettől az évtől kezdett el úgy tudatosan épülni. Ebben például nagyon nagy szerepe van annak, hogy a múzeumunkban dolgozik egy kiváló fotós, illetve megújult a múzeumnak az arculata is, amit szintén kommunikálunk a közösségi média felületeken, de látják majd a látogatók így a kiadványainkban, vagy a honlapunkon is. A múzeum munkatársai minden évben igyekeznek hasznos tartalommal megtölteni az utcai adventi naptárat. A cél, hogy felhívják a figyelmet az intézményre, és népszerűsítsék azt. Minden évben igyekszünk egy kicsit ilyen ismeretterjesztő céllal információkat közölni a látogatókkal,
Volt egy év, amikor egy történetet vittünk végig, volt, amikor népszokásokról volt inkább szó, illetve volt, amikor a munkatársaink választottak egy-egy általuk szépnek vagy megfontolandónak gondolt versort vagy idézetet, és akkor ezt osztották meg. Tehát az volt a célunk tulajdonképpen minden évben, hogy egy kicsit nyissunk, egy kicsit közelebb hozzuk a kollégákat is, meg a múzeumot is így a szélesebb látogató közönséghez. December 24-éig minden nap újabb tartalommal bővül az adventi naptár a Kaposvári Riprónai Múzeum épülete előtt. Már több mint 1000 regisztráltak arra a programra, amelyben ingyenesen LED fényforrásra cserélhetik régi izzóikat a kaposváriak. Egy háztartás villamos energia költségének 30%-át a világítás teszi ki, ezért nem mindegy, milyen fényforrásai vannak a lakosságnak. A város ezért is tartotta fontosnak, hogy ilyen módon is segítse a polgárokat. A cserével évente több 10 000 forintot lehet megtakarítani. A led.kaposvár.hu oldalon lehet regisztrálni, de az oldalon megtalálhatóak azok a regisztrációs pontok, ahol segítenek is a városlakóknak. A regisztrációhoz a személyes okmányokon túl az utolsó tárgyhavi villanyszámlát kell még bemutatni. Az igénylő kiválaszthatja, meleg vagy hideg színvilágú fényforrásokat szeretne, és a foglalat típusát is megadhatja. A pályázókkal szemben elvárás, hogy a ledeket 2 éven át használják. A program szakmai partnere olyan cég, amely egyébként 2 éves garanciát is ad az izzókra. A regisztráció idejét kitolták, így egészen december 15-éig lehet jelentkezni az ingyenes ledes fényforrásokért, amelyeket várhatóan 2023. februárjában vehetnek majd át az igénylők. Azaria Betonhofi, Carson Coma, Jude Law és a Valmár is fellép a 2023-as Strandfesztiválon. A szervezők közleményükben azt írták, igyekeztek olyan fellépőket meghívni, akik minden bizonnyal a strand küzdőtereit is megtöltik majd 2023. augusztus 24 és 26 között, akár csak a törzs vendégnek számító Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company vagy Majka. Közben a MOL Nagyon Balaton programsorozat legnagyobb eseményeként a strand esélyes, hogy Európa legjobb fesztiváljai közé kerüljön, a hollandiai European Festival Awards-on. Szezont értékelt a kaposvári Rákóczi. A futballklub őszi teljesítményéről és a jövőbeli tervekről Horváth Rudolf vezetőedző és Zólyomi Dávid a csapat játékosa beszélt egy sajtótájékoztató keretében. Megkaptuk a pihenőről is a megfelelő programot, amit a szakmai stáb összeállított, és úgy érzem, hogy olyan állapotba fogunk visszajönni, hogy a fizikai állapottal nem lesz baj, hogy az őszi szezonban sem volt szerintem, és úgy tudunk nekivágni a tavaszi szezonnak, hogy tényleg pozitívan induljon, mert az őszi szezonban is véleményem szerint a játék már a felkészülés elején végére kialakult, és a meccsek alapján is jól játszottunk, de az eredmény sajnos nem jött ki, és azt mindenképpen szeretnénk elkerülni, hogy a tavaszi szezont azt negatívan kezdjük, és egy jó kezdéssel akár jól is végigvihetjük ezt a szezont, amiből tényleg egy jó eredmény is kisülhet, és akár jövőre, vagy akár idén is, de jó célokat tűzhetünk ki. Próbáltam élni a lehetőséggel, amit kaptam, hogyha nem is túl jól kezdtem, de a jövőt nézve mindenképpen azon leszek, hogy a jobb teljesítményeket tartsam meg, és ezzel próbálom továbbvinni az én teljesítményem és a csapat teljesítményét is. Kialakult az a játékrendszer, amiben a csapat a legjobb, vagy amiben elképzelések vannak, hogy eredményesek legyünk. Jövőre 100 éves lesz a klub, hogy meg tudjuk célozni azt az NB2-t, ami megilleti a csapatot és a klubot. Ezért volt a változtatás, tapasztalatokat kellett szerezni. Biztos vagyok benne, hogy ahogy a nyári 1-2 jó igazolása, ha télen is jól tudunk a látottak alapján igazolni vagy kicserélni játékost, akkor nem kell ilyen drasztikusan mérkőzésről mérkőzésre változtatni, ugyanis nem ebbe lesz az eredmény. Kellett csapkozni a hazai vereségek miatt is, ezért is voltak a változtatások. Ugye mindig visszaestünk egy-egy olyan lehetőség előtt, amikor az élbolyhoz tudtunk volna csatlakozni.
és ezáltal döntésre voltunk kényszerítve. Most lesz 6 hét felkészülés, van mögöttünk egy fél év, nyugodtan lehet dolgozni. Úgy gondolom a MAG kialakult, mindkét játékrendszer azért illik a csapatra, meg kell találni már csak a kialakult MAG köré azokat az embereket, akár a saját utánpótlásból, akár egy-egy jó igazolással, akik majd segítenek tavasszal, és a kezd kialakulni az egy-egy kocka helyre rakásával az a jövőbeni csapat, ami ezt a mezőnyt túl fogja lépni. Motorokon érkeztek a mikulások, több száz gyereknek okoztak meglepetést Kaposváron. Adventi naptár, a Ripple-Rónai Múzeumban minden évben más téma jelenik meg. Új lendület, nagy reményekkel dolgozik tovább a Rákóczi FC. További friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak Facebook oldalunkra vagy YouTube csatornánkra. Ennyi fért mai híradónkba, holnap a megszokott időben várjuk Önöket, további szép estét, viszontlátásra!